engedjék meg, hogy bemutatkozom azoknak, akik nem látták az első részt. Hangai György vagyok, Ausztráliából. Sorozatunk első részében igyekeztünk önöknek egy kis ízelítőt adni Ausztráliából. Ezúttal egy kicsit részletesebben fogunk egy bizonyos témával foglalkozni, Ausztrália hadtörténetéről lesz szó. Annak ellenére, hogy Ausztráliát már a kezdet-kezdetétől fogva is valóságos földi paradicsomként emlegették, az első telepeseket nagyon sok dolog aggasztotta. Ne csodálkozzunk ezen, mert volt itt minden. Éhínség, járványok, ellenséges benszülöttekkel való csetepaté, mosta a természeti körülmények, és természetesen egy fegyenszelep fenntartásával járó millió probléma. De az Angliától, az anyaországtól elválasztó irdatlan távolság érzete volt talán a legnyomasztóbb. És ebből származott az egyik legerősebb félelem, egy esetleges invázió fenyegető réme. Ez a félelem olyan erős volt, hogy még a 21. század Ausztráliájának is jutott belőle. A támadásra való félelemre már a letelepedés kezdetétől fogva is lett volna ok. A fegyencekkel, a telepesekkel érkező első flotta parancsnokának, Philip kapitánynak alig volt ideje, hogy végrehajtsa a Sydney öbölben való partraszállást, és megrendezze az azzal járó zászlófelvonást, mikor már is két francia hajó futott be a legendás hírű La Pérouse vezetésével. A 19. század új félelmeket is hozott. A napóleoni háborúk szele ide is eljutott, és a franciák most már hivatalosan is ellenségnek számítottak. A francia flotta esetleges megjelenésének réme reálissá vált. 1801-ben megindult a Sydney öböl és az óceáni partvonal védelmének kiépítése. Tűzérségi állások, elődítmények készültek a partvonal mentén. A Sydney környéki partvidék homokkősziklái aránylag könnyen formálhatóak, de ha arra gondolunk, hogy az 1800-as évek elején még nem volt sem exkavátor, de még légkalapát sem, el tudjuk képzelni, hogy milyen kemény munka lehetett ezeket az erődítményeket létrehozni. Csákánnyal és vésővel, és néha bizony biztos dinamittal is végezték ezt a nagyon-nagyon kemény munkát, és abban is biztosak lehetünk, hogy ez a rabszolga munkának is beülő robot valóban az volt, hiszen rab volt itt bőven. Itt a Hornby világító torony tőszomszédságában épült, állásokban felállított ütegek kiváló védelmet nyújthattak az egész öbölre. Innen az öböl bejáratát, úgy, mint az egész öblöt, kiválóan lehet látni. Egyike a fennmaradottaknak ez a 12 tonnás, 9 colos ágyú, amelyet az angliai Newcastle városából hoztak ide, és az akkori fegyvergyártás csúcs technológiáját jelképezte. Kiváló acélból készült, és talán pont ez a magyarázata annak, hogy mai napig is kiváló állapotban megmaradt. Spirálisan kiképzett csövéből forogva repült ki a robbanófejjel ellátott lövedék, és kerekekre szerelt vastalapzata pedig 180 fokos szögbe tudott elfordulni, és így az egész kikötőnek védelmet nyújthatott. Ausztrália nagyon messze volt Angliától, és az egész úgynevezett civilizált világtól is. Ezt a távolságot igazán nem mérhetjük a mérföldek számával, hanem inkább azzal a nagyon hosszú idővel, ami az Angliától Ausztráliáig tartó hajóúthoz kellett. A lassúbb hajók akár egy évig is, vagy még tovább is úton voltak, míg a leggyorsabbak 4-5 hónapig. Természetesen a hírek is nagyon lassan értek ide Ausztráliába. Az itt lakók számára nagyon sok történelmet formáló esemény szinte jelentéktelen volt, többek között ilyen volt a francia forradalom is. A legfrissebb Angliából ideérkező újság is legalább fél éves volt, tehát olvasói joggal gondolhatták, hogy amit abban olvasnak, az már valójában nem is számít újságnak. A világ folyásával kapcsolatos bizonytalanság, az információ hiány gyakran indokolatlan félelmeket okozott. 1839-ben egy éjszaka folyamán 6 amerikai hadihajó lopakodott be a Sydney öbölbe. A Sydneyiek csak reggel vették észre a horgonyaikon ringatózó flottillát,
és természetesen nagyon meglepődtek, de nem csak, hogy meglepődtek, hanem meg is ijedtek egy kicsit, ugyanis Amerika akkor már visszanyerte szabadságát, már nem tartozott az angliai gyarmatok közé, és így bizonyos fokig az alszálok szemébe ellenségnek számítottak. Az aggodalom felesleges volt, mert pusztán egy barátságos vizitről volt szó. Ahhoz viszont elegendő volt a váratlan behajózás, hogy Sydney stratégiai megerősítése felgyorsuljon. Újabb erődítmények, mint ez is, készültek, és újabb tüzelőállásokat hoztak létre. Az 1854-től 1856-ig tartó krími háború újabb felkészültségre ösztökélte Sydney lakosait. Most már az orosz haditengerészettől is kellett tartani, és természetesen ez további stratégiai megerősítést követelt. Innen a kikötőbejáratot őrző magaslatról jól lehet látni a középső kikötő öblöt és a Bradley Headet, és a krími háború hatására itt is megkezdődött az erődítmények építése. Alig fél órányi út vezet fel a középső kikötő legmagasabb pontjára, a Bradley Headre. Itt nem csak a kilátásban gyönyörködhettek Sydney egykori védői. Ez a hely tüzérségi szempontból is kiválónak bizonyult, mert innen a déli part is védhető volt. Ez egyik a fennmaradt ágyúknak, egy 68 fontos, ami nagyjából megfelel egy 34 kilósnak, ami azt jelenti, hogy a lövedék, amit kilőtt, az kb. 34 kiló volt. Angliába öntötték, a gyártási év itt van rajta, 1861, és hát elképzelhetjük, hogy ez a 34 kilós lövedék, amikor egy hajóba becsapódott, milyen rettenetes kárt tudott okozni. Ezek az ágyuk a maguk nemében ugyancsak hatásosak voltak azokban az években. Ez volt az ágyutalp, kőkemény ausztrál eukaliptusz fából készült, amely legalább úgy ellenállt az időnek, mint a vasból öntött ágyú. Nemrégiben restaurálták, azért ilyen szép új a festék réteg rajta, de hát különben ez az eredeti ágyutalp. Itt a állásnak a falán láthatjuk ezeket a gyűrűket, körbe vannak gyűrűk egyébként mindenütt. Ezek a gyűrűk arra szolgáltak, hogy amikor az ágyú forgott ezen a vas sínen itt, akkor itt kötötték ki, ez volt az ágyutalpon egy gyűrű, ez a falon is lánccal kikötötték, hogy minden lövésnél le tudjon elmozdulni. Itt láthatjuk ezt a feliratot, VR Victoria Regina, és alatta pedig az 1871-es évszám az angol csapatok Ausztráliából való kivonásának kezdetét jelzi. Ez csak természetesen egyike volt a lőállásoknak. Itt ezen a helyen egy valóságos rendszert építettek ki, és három különböző irányba állították fel az ágyukat. Egyiket dél, másikat nyugat, és a harmadikat pedig észak-nyugat irányában, hogy az egész kikötőt tudják fedezni. Ezek a folyosók, majdnem lövészároknak mondható építmények, ezek arra szolgáltak, hogy a tüzérek természetesen fedezékben maradjanak egy esetleges ütközet folyamán. A homokkő annak ellenére, hogy könnyen eródálódik, mégis nagyon szépen megmaradt, mert ezeket az építményeket itt még mai napig sem restaurálták, ezek mind megmaradtak így az eredeti állapotukban. Valóságos útvesztő, ami érdekes módon nem egy különösebben fontos turista látványosság, mint ahogy lehet látni, alig van itt egy-két ember, rajtunk kívül talán egy-két sportoló, aztán tulajdonképpen egy elhagyott hely.
tárolták a lövedékeket. Az első időkben a lövedékek csak vasgolyók voltak, ugye, mint a régi középkori ágyugolyók, és aztán később pedig, ahogy a technika fejlődött, hát a robbanó fejekkel ellátott lövedékek is itt. Ez volt a magazin. A kikötő kellős közepén lévő kis sziklasziget egykoron a legnehezebben kezelhető fegyencek büntető telepe volt. A krími háború idején viszont fontos stratégiai szerep jutott neki, ugyanis innen néhány ágyúval meg lehetett volna könnyen védeni az öböl belső területeit egy esetleges invázió ellen. Neki is fogtak egy erődítmény építésének, mely 1857-re el is készült. Az akkori kormányzóról Denisonról nevezték el, és a sziget mai napig is Fort Denisonnak hívják. Valójában sok értelme nem volt az egésznek, mert a krími háború véget ért 1856-ban, az erőd befejezése előtt egy évvel. De hát, mint említettem, akkoriban a hírek csak lassan jutottak el Ausztráliába. Az erődítmény katonai jellege 1870-ben meg is szűnt. Valami szolgálatot azután is tett azért, hivatalosan itt mérték a kikötői dagály vízszintjét. Ma már csak turisztikai nevezetesség, meg hát történelmi emlék, melynek hátterét valójában nem sokan ismerik. 1871-ben az angolok elkezdtek kivonni csapataikat Ausztráliából. Az egykori büntető kolóniából már-már egy új ország fejlődött. Három évtizeden belül létre is jött a federáció, és a 20. század pirkadata már egy új nemzetet köszöntött. Az önállósággal nem csak nemzeti büszkeség és öröm, hanem aggodalom is járt. Az ausztrálok megint csak magányosnak érezték magukat, és nem csoda, hogy továbbra is Angliához szerettek volna kötődni, hiszen egy bizonyos fajta védés-dagyszövetség valamelyes biztonságot, vagy legalábbis annak illúzióját ígérte. Pillantunk Ausztrália rövidke modern történelmébe, akkor meglepődve tapasztalhatjuk, hogy a földrész tulajdonképpen csak két támadás érte. Mindkettő a II. Világháború idején történt. Az első komolyabb volt, amelyet a japánok intéztek az északi területek fővárosa Darwin ellen. Légi támadás volt, melynek során a várost többszörösen bombázták. 1942-ben pedig 5 japán tengeralattjáró jelent meg Sydney partjainál, hogy riogassa a város lakóit néhány ágyúlövéssel. Komoly károkat nem okoztak, s valószínűleg az egész csak arra ment, hogy eltereljék a figyelmet arról a két törpe tengeralattjáróról, melyek a nagy zűrzavarban igyekeztek besurranni a kikötőbe. De hogy mindenről egy kicsit többet tudhassunk meg, el kell mennünk Ausztrália fővárosába, Canberrába.
érdekes visszapillantani a múltba, és tapasztalni, hogy Angliának tulajdonképpen sohasem kellett Ausztráliát megvédenie. Pedig az ausztrálok mindig számítottak erre, és talán nem csak az érzelmek, hanem a logikus előrelátás is buzdított őket arra, hogy mindig, minden esetben sikra szálljanak Anglia érdekeit védendő. Ausztráliának minden oka megvan arra, hogy büszke legyen háborús érdemeire. Nem sok olyan nemzet van a világon, melynek fiai és lányai úgy szintén önkéntesen, tömegesen jelentkezzenek hadiszolgálatra, ha a helyzet vagy a brit birodalom úgy kívánta. Majdnem minden város és falu küldött katonát valamelyik háborúba. A csatában elesetteket és a hazatérteket a nemzet hősként fogadta, és a katonákat ábrázoló emlékműveket majdnem minden település főterén vagy parkjában megtalálhatjuk. Itt Canberrában találjuk Ausztrália hadicselekményeinek szentélyét, a háborús emlékművet. Akárcsak a legtöbb nemzetet, Ausztráliát is lehet kritizálni, csak egyet nem lehet mondani, hogy a jellegzetes ausztrál típus, ha egyáltalán van ilyen, gyáva ember. Az ausztrál katona nem csak bátor, hanem áldozatkész is. A nemzet megbecsüléssel illeti katonáit, tisztelettel adózik emléküknek. Itt, ebben a csendes, meghitt hangulatú szentélyben sorolják fel az elesett hősöket, aranybetűkkel vésték nevüket a bronztáblákra, és ezek a piros virágok pedig a még élő hozzátartozóik megemlékezését képviselik. Ne felejtsük el, hogy a háborúban résztvevő ausztrál katonák javarésze önkéntes volt. Az ausztrál katona mindig megállta a helyét. Legendás csatákban vettek részt, már a Burr háború idején is. Az első világháború nagy csatáiban is részt vettek, és nem egyszer nekik volt köszönhető a rengeteg áldozatot követelő győzelem. De térjünk vissza az 1942-es Sydney-i tengeralattjáró támadásra. A két törpe tengeralattjáró egyike azonnal fennakadt a kikötő védelmét szolgáló hálóban, és a legénység japánokhoz illően felrobbantotta a hajót önmagukkal együtt. A másiknak sikerült egy szállásnak és raktárnak használt hajó megtorpedózása, melynek során 21 ausztrál tengerész életét vesztette. Nagyjából ennyi az Ausztráliát ért támadások története. Joggal kérdezhetjük, hogy valójában megalapozott-e egy esetleges inváziótól való félelem. Ausztrália honvédelmére a megelőzés politikája jellemző. A hatalmas ország alig 20 milliónyi lakossal nem tud egy olyan nagy hadsereget előállítani és fenntartani, amely egy modern technikával felszerelt inváziót sikeresen vissza tudna verni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy Ausztráliának nincs modern hadserege. Úgy a szárazföldi, mint a tengeri és légi haderők a legkorszerűbb felszereléssel rendelkeznek, a katonák a legkiválóbb kiképzésben részesülnek. De egy 20 milliós nemzet nem tud akkor hadsereget előállítani, mely egy sokszorosan nagyobb ország, sokszorosan nagyobb hadseregével szemben meg tudná védeni Ausztráliát. Ausztrália legfőbb védői a diplomaták és a szövetségesek. A védelmi stratégia legfontosabb alkotó eleme a külpolitika. Ausztrália nem lehet ellenséges viszonyban az ázsiai országokkal, inkább szövetségeseket kell szereznie körükből, semmint ellenségeket. Az pedig magától értetődik, hogy az Egyesült Államokra, mint szövetségesre roppant szüksége van az országnak. Még akkor is, ha ez a szövetség újabb áldozatokat kíván a nemzettől Vietnámban, az öbölháborúban és Irakban. Az ausztrálok nem vesztették szem elől azt a tényt, hogy a zsugorodó távolságok, az aránylag stabil nemzetközi kapcsolatok és az egyre fejlődő technika ellenére is még mindig egyedül vannak a déli csendes-óceán végtelen ürességében. Ausztrália modern hadtörténetéről többet is megtudhatunk Vitéz Tassányi Józseftől, az ausztrál hadsereg nyugalmazott századosától.
Józsi bátyám, hogy merült fel benned a gondolat, hogy belépj az alszál hadseregbe és a hivatásos katona életpályáját választ? Hát itt Ausztráliában 1952-ben törvényt hoztak, hogy minden 18 és 20 éves között katonai szolgálatot kell végrehajtani. Úgyhogy a 3 hónapi kiképzés után elhatároztam, hogy önként jelentkezek az ausztrál hadseregnek, és itt 1954-től 1988. április 4-ig szolgáltam az ausztrál hadseregnél, ami 33 és fél évet tett ki. Hogyan fogadtak maguk közé a tőzsgyökeres ausztrálok? Úgy fogadtak, mint ha itt is születtem volna. Nem volt semmiféle különbség, sőt, még mai napig is tartjuk a kapcsolatok azokkal, akiket 54-ben megismertem. Részt vettél különböző tengeren túli harcokban is, például Borneóban, Maláziában és Vietnámban. 1962-ben kerültem először Borneóba, és utána Malájba, és utána 1967 és 68-ba először Vietnámba, és 1972-ben másodszor a 3. zászlóaljnál szolgáltam mindkét alkalommal. Az első alkalommal Vietnámban, mint gyalogos voltam, csapat helyettes, sok mindenen mentünk keresztül. Ugye a dzsungel az nem a legkedvezményesebb harci terep. 200 méteres fák, délben már 1 óra felé sötétség volt. Az ellenség ugye természetesen bujkált. Véletlenül sokszor beakadtunk olyan helyekbe, hogy a bunker szisztémájukba mi betértünk. Komoly küzdés volt utána. Úgyhogy nem a legkellemesebb harctér a dzsungel, pláne a vietnámi dzsungel. A második alkalommal akkor behívó tisztoltam, mind a repülőket, vadászgépet, bombázókat, vagyis tüzérséget vagy aknavetőket, azzal védtem a csapathol, ahova be voltam akkor osztva. Természetesen nem csak a saját életem kockáztattam, ugye, hanem azokat a csapat embereit is, a bajtársakat, ahova voltam vezényelve. Rajtad kívül voltak ott még magyarok? Igen, az ausztrál hadseregnél nagyon sok magyar tiszt, altiszt került meg, akik 1948 és 1955 között kerültek Ausztráliába, mint emigránsok. És nagyon sok egész magas rangot értek el, nyugdíjazik. Volt egy vitéz fazekas Félix, ugye ő hadapród iskolás volt Magyarországon, ő elnyert a második legmagasabb ausztrál kitüntetést Vietnámba, és sokan mások is. Mint hadászati szakértőnek mi a véleményed Ausztrália mai honvédelmi stratégiájáról? A mostani stratégia ugye az teljesen diplomáciára lett átalakítva, mivel a 70-es év előtti miniszterek, ugye azok még részt vettek az első és a második világháborúba, és mostani miniszterek, ugye ezek már nem értenek annyira a hadsereghez is, teljesen a diplomáciára vált át az egész ausztráliai védelme. Neked szívügyed a magyar vitézi rend felmaradása, még itt is, az Óperencián túli Ausztráliában. Mi a jelentősége ennek a mai világban? A hagyományos vitézi rend az ugye egy katonai rend. Most már ugye itt nagyon kevés van olyan, aki a katonaságnál van, hanem a várományosok, van a vitézi rendnek a zöme. És itten Ausztráliában mi rátértünk a jótékonyságra, az öreg vitézeknek segítségére, Kárpát-alján és a Kárpát-medencébe is az árvízkárosultaknak és a jótékonyságait, és mostan felkaroltuk a Mátyás templomnak az újjáépítését. A vitézi rendnek a hagyománya a kormányzó által alapított vitézi rend, ami el van ismerve a lovagrendek nemzetközi bizottságával, és az alapítvány arra volt, tehát tulajdonképpen felelve, hogy a legjobbaknak a legjobbakat megtartani a örökre és mindörökre. Ez a cél itt Ausztráliában a fiatalokra van átépítve. De térjünk vissza Sydneybe. Április 25-e nevezetes nap Ausztrália történelmében, Anzac nap. Ezen a napon országszerte ünneplik a háborús hősöket, veteránokat, a kiszolgált katonákat. Szinte minden városban és faluban élnek olyanok, akik életük kockáztatásával bizonyították,
hazaszeretetüket. Sydneyben is minden évben felvonulnak a régi csaták túlélői, és nem csak született asztalok, hanem a szövetségesek, sőt még az őket segítő partizánok, gerillák képviselői is. 1915-ben ezen a napon szálltak partra az ausztráliai és új-zélandi csapatok a törökországi Gallipoli félszigeten. Az offenzíva valójában katonai kudarccal végződött, mégis a 8 hónapon át folytatódó harc során Ausztrália tanúbizonyságot tett arról, hogy az egykori gyarmatból önálló nemzetté fejlődött. Az ANZAC, a szó Ausztrália és Új-Zéland rövidítéséből jött létre, fogalommá vált, megtestesítője lett a lojalitásnak, bátorságnak és a nemzeti öntudatnak. Ne felejtsük el, hogy a tengeren túli csatákban egészen a vietnámi háború ideig csak is önkéntesek vettek részt. 8700-an vesztek el Gallipolinál. A 90 évvel ezelőtti küzdelemnek túlélői már mind elhunytak, de emlékük tovább él a nemzet lelkében. Az asztalok általában humorosan, ironikusan, gyakran cinikusan fogják fel a dolgokat, de az ANZAC kivételt képez. Ezt mindenki komolyan veszi, és nem csak az első világháború öreg katonáit, hanem minden kiszolgált harcost tisztelettel és szeretettel illetnek. Bizony szép dolog látni, hogy egy nemzet megbecsüli azokat, akik hajlandóak voltak harcba szállni hazájuk érdekeiért. Tudtam önöknek mesélni Ausztrália honvédelméről az elmúlt fél órában. Legközelebb más témával fogunk foglalkozni, ellátogatunk a Great Dividing Range-be, azaz a nagy vízválasztó hegységbe, az egykori aranyláz színhelyére. Arany még mindig akadott, és mi is szerencsét fogunk próbálni. Most búcsúzom önöktől, a legközelebbi viszontlátásig, Hangai György, Ausztrália.